Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 24-ig. Hétfőn eléri a hold Spica csillagot. A Spica csillag az a szűz jegyében van, és jelenti a buzacsokrot. Ami ránk kihat, ha hétfőn valamit indítunk, az termést hoz, az gyümölcsözni fog. A hétfői nap itt látható, a hétfői nap felett a hold uralkodik. És mi történik még? Itt látható a sarló, ez is jelent termést, amit még ez a kép jelenthet, hogy elvágunk valamit, tehát lezárunk valamit. Ezek lehetnek kapcsolatok, ezek lehetnek félelmek is. Amit ez a sarló még jelenthet, hogy valami történik hétfőn, amire nem számítottunk. Kedden a nap és Neptun bolygó szemben áll egymással, itt tükröződik valami. A hatásuk különböző. A nap megvilágít valamit, és kimutatja az igazságot, láthatóvá tesz valamit. Neptun bolygó pedig olyan, mint egy fátyol, minden olyan átláthatatlan vagy titokzatos. Ez az opozíció kihathat a politikai eseményekre is, hiszen a nap szimbolizálja a kormányt, és lesznek tárgyalások, szerződések, amiről a nép nem tud, hiszen minden úgy zárt ajtók mögött történik. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. És mi történik ezen a napon? Itt megjelenik a ravasz róka. Hát ez lehet egy negatív gondolat, mint például, ebből úgysem lesz semmi. Vagy lehetnek negatív érzelmek, mint például félelmek, bizonytalanságok, vagy féltékenység. Az is lehet, hogy valaki irigy rád, figyelget téged. Légy óvatos, mert előfordulhat az, hogy valaki közöl veled valamit, és ez nem az igazság. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Mi történik szerdán? Itt látható ez a kulcs, tedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, zárj le ezzel a kulcssal olyan eseményeket vagy kapcsolatokat, ami kellemetlen számodra. De lásd a lehetőségeket is, hiszen itt kinyithatsz egy ajtót, és ezek tényleg jó ajánlatok, kapcsolatok vagy lehetőségek. Légy erre nyitott. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Csütörtökön megvan a remény arra, hogy minden jóra forduljon. Ez a kártya jelentett egy utazás vagy egy külföldi kapcsolatot is. Vagy kapcsolat van külföldiekkel, vagy lesz egy meghívás, egy utazás, vagy valaki meg akar látogatni téged. Ez a hajó, illetve ez az út, lehet egy belső út is, egy spirituális terület, a párkapcsolatban egy lelki kapcsolat. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi történik pénteken. Itt a könyv jelenthet tudásra, továbbtanulásra. De jelentheti a zárkózottságot is. Lehet, hogy ő zárkózott, vagy neked kellene zárkózottnak lenned.
nem kell beszélni most a tervekről. Szombati napon a nap eléri az őszi pontot. Ez lesz egy éjszaka-nappali egyensúly. Ezen az estén 8 órakor tartok egy nagy szertartás, hogy legyen változás, legyen egy nagyobb változás az életünkben, hogy minden olyan jól alakuljon. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra, az energiai egyensúly 4000 forint. És mi történik szombaton, ahol Szaturnusz bolygó uralkodik? Itt ez a medve jelenti az erődet, megvan az életerőd, a belső erőd, a hited is. Ez a medve lehet egy személy, akinek szava van, lehet, hogy valaki megpróbál parancsolgatni neked. Középen a nap szimbóluma látható és uralkodik vasárnap felett. Itt látható a park, és jelenti a nyilvánosságot. Lehet, hogy valakivel összefutsz a nyilvánosságon, vagy lesz egy találkozás. Ez a kártya jelenti az elismeréseket is. És ez volt a heti jóslásom. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!